Szentmisével kezdődött az abúcsúi ünnepség, melyet a korábbi évek hagyományainak megfelelően tartottak meg a Szent Lukács idősek otthonában. Május 24-én van a segítő Szűz Máriáról elnevezett búcsú, kápolnánknak a búcsúi szentmiséje. Most május 24-e az pont pünkösdre esett, így ez eltolódott egy nappal. Tehát a kápolnának a búcsúi szentmiséjét ünnepeljük. Általában ilyenkor mindig valami újdonságot kitalálnak, az idén mi ez? Idén egy harangot szenteltünk fel, ezt Gombos Miklós harangöntő, Őrbottyányi harangöntő készítette nekünk. Már 606 óta ugye imára hívják a harangok a híveket, úgyhogy mi is ezt a funkciót szánjuk neki. Délben és 6 órakor, este 6 órakor fog szólni ez a harang. A harangot az intézmény adományként kapta, s nem véletlen az sem, hogy miért éppen ide került. Itt a Szent Lukács otthon, idősek otthona helyén volt az irgalmas nővéreknek az úgynevezett rekreációs központja, tehát akik ápolással vagy tanítással foglalkoztak, akkor a munkának a nehézségeit itt pihenték ki, és így gyűjtöttek erőt. Most ezt nevezték Mária oltalomnak, és a Mária oltalom mellett volt egy harangláb, amelyben valamikor egy harang volt. De az a harang az államosítás környékén, vagy valamikor eltűnt, és hát ugye kerestük ezt a harangot, de nem akadtunk ennek a harangnak a nyomára. Majd végül itt az otthon lakói is többször szorgalmazták azt, hogy hát kellene egy harangot ide tenni, és hát mindez ideig ez nem valósult meg, és hát van egy névtelen adományozó, aki adományozta ezt a harangot, és Őrbottyánba öntötték. Egy katolikus közösségnek az életében a harang milyen szerepet játszik? Meglepően nagyot. Én magam sem értem, és csodálkoztam rajta, amikor tapasztaltam, hogy az emberek a haranghoz mennyire ragaszkodnak. Olyan esetben is például a vasmegyei Berzsért Jánoson tapasztaltam, meg egy zalamegyei plébánián is, hogy elvittek egy olyan harangot, amelyet már évek óta nem használtak. És akkor a környék lakói egy emberként fellázadtak és követelték vissza a harangot. Szóval, hogy mitől van az embereknek ez a nagy ragaszkodása a haranghoz, nem tudom. Talán az, hogy megszokták gyermekkorukban a harangszót, amely ugye reggel, délben, este megszólal. És hát azért, mint tudjuk, a déli harangszó az a nándorfehérvári diadalnak az emlékét idézi fel a mai napig. Valahogy a magyar ember számára ez a harang fontos, hogy miért, azt pontosan nem tudom, de azért a harangszó az szorosan kapcsolódik a valláshoz, a hithez, és az is azért egy pozitívum, azt hiszem, hogy szeretjük a harangot.